frontfoglalási rendszert indított Gyergyószent Miklós önkormányzata. A húsvéti ünnepkörhöz tartozó Gyergyószent Miklósi szertartások, szentmisék és istentiszteletek programját ismertetjük. 2 év kihagyás után ismét lesz húsvét vasárnap gyergyói határkerülés. Hírek a héten utoljára itt a Fénytelevízióban, köszöntöm nézőinket! A Gyergyószent Miklósi önkormányzat ügyvitel rendszerének modernizálása érdekében online időpont foglalási platformot működtet a hivatal. Ezen keresztül a lakossági nyilvántartóhoz lehet időpontot foglalni, de hamarosan a polgármesteri és alpolgármesteri audienciára is itt kell programálást kérni. Még egy darabig a személyes időpontfoglalás vagy telefonos egyeztetés is működik, de arra kérik a gyergyóiakat, használják az új online rendszert. Márciustól mostanáig tesztelték azt a rendszert, amelyen keresztül online lehet időpontot kérni a lakossági nyilvántartó irodához, s bár az oldal még mindig további fejlesztések alatt van, mostantól ezen bárki foglalhat időpontot, egyelőre a lakossági nyilvántartóhoz, később akár polgármesteri vagy alpolgármesteri fogadó órára. A program bemutatása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Csergő Tibor András polgármester elmondta, szeretnék bővíteni ezt a rendszert úgy, hogy majd ezen keresztül lehessen akár a piaci árusok számára asztalfoglalást is eszközölni, vagy a Gyergyószent Miklósi hő-, víz- és csatorna szolgáltató közmű fogadó órákra is előjegyeztetni. Most már publikus, tehát nyilvános, nyugodtan lehet használni, és a Gyergyószent Miklósiak, hogyha ugye személyazonossági cserével, vagy bár hasonló más problémákkal keresik fel a lakosság nyilvántartó irodát, akkor nagyon kényelmesen, nagyon egyszerűen online is foglalhatnak időpontot. Ugye tudjuk azt, hogy az utóbbi 2 éves pandémia időszakában eléggé korlátozottak voltak a lehetőségek a személyazonossági cserét illetően. Na most ezt próbáljuk kezelni, hiszen azért ugye nem csak Gyergyószent Miklós, hanem még ezen kívül 6-7 község is ide tartozik, és kevés a munkaerő, és éppen ezért, hogy tudják megfelelőképpen feldolgozni az adatokat, és tudjanak mindenkit megfelelőképpen civilizált módon kiszolgálni, fontos volt az, hogy ezt az online rendszert tudjuk elindítani. Tehát a teszt üzemmód után most már nyilvánosan használható, tehát a város honlapján keresztül is foglalható időpont, de ugyanúgy van az online.gyergyoszentmiklos.ro oldalon is lehet foglalni a lakossági nyilvántartó irodánál időpontot. Az online.gyergyoszentmiklos.ro oldalon a lakossági nyilvántartóra kattintva lehet időpontot foglalni, név és telefonszám elérhetőség megadásával. 15 perces intervallumokra van felosztva a foglalási lehetőség, már lehet májusra időpontot előjegyeztetni. A foglalás lépéseit a sajtótájékoztatón is bemutatták. Ha az adott személy nem tud a megadott időponton megjelenni, lemondhatja a foglalást. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy vegyék komolyan, tehát hogyha időpontot foglalt, akkor próbálja tartani azt, hogy akkor el is megy arra az időpontra, a személyazonossági cserére, illetve hogyha valami történik és nem tud megjelenni, akkor mondja vissza ugyanúgy, hasonló módon vissza lehet mondani az online felületen az időpont foglalást is, és lehet választani egy más újabb időpontot. Mindig egy hónapra előre vannak föltéve az időpont foglalási lehetőségek, és gyakorlatilag név és telefonszámmal, és kiválasztva azt, hogy milyen ügyben keresi fel a lakossági nyilvántartást. A hagyományos időpontfoglalásra egyelőre a továbbiakban is van lehetőség. Hagyományos ügyfélfogadást is fenntartjuk, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 ablakban fogadja a lakosság nyilvántartó munkaközösség az ügyfeleket, és most pillanatnyilag még néhány hónapig az online rendszer mellett egy ilyen hibrid rendszerben a klasszikus módon akár telefonon való bejelentkezéssel vagy személyes jelenléttel is ugye el lehet menni a lakosság nyilvántartó irodába. Én hiszem azt, hogy beválik ez a rendszer, és a Gyergyószent Miklósi, és nem csak, hanem a teljes gyergyói lakosság is, majd úgy ősz időszakáig teljesen át tud állni erre az online rendszerre is, hogyha beválik és jól működik, akkor az ősz folyamától már csak online programálással lehet a lakosság nyilvántartó irodába időpontot foglalni. A sajtótájékoztatón a városvezető kihangsúlyozta, a rendszer kiépítését Barabás Csabával, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnökével való együttműködésben valósította meg a város.
A nagypénteki keresztút a Jézus szenvedésére és kereszt halálára való emlékezés, majd éjszakában nyúló szentség imádás után nagyszombaton, illetve húsvét vasárnap és húsvét hétfőn folytatódik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szertartások, szentmisék és istentiszteletek sora. Most ezeket ismertetjük a Fénytelevízió nézőivel. Nagypénteken délután 14 órakor a temetőből induló keresztúti ájtatosság után a Szent Miklós templomot nyitva tartják egészen nagy szombaton a feltámadási körmenet utánig. Nagypénteken a kereszt előtti hódulat a járvány miatt nem keresztcsókkal történik, hanem kérik a híveket, hogy egy szál virággal fejezzék ki hódulatukat a megfeszített Krisztus előtt. Pénteken a Szent István templomban 17 órától lesz keresztút, a Munkás Szent József templomban 14 óra 15 perctől lesz keresztúti ájtatosság, majd 15 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. Az Örmény Katolikus templomban 17 órától lesz a nagypénteki szertartás és a passió. Nagyszombaton reggel 9 órától lamentáció lesz a Szent Miklós római katolikus templomban. A Szent István templomban nagyszombaton 9 órától szentségimádást tartanak. A Munkás Szent József templomban 15 órától szentségimádás lesz. Mindhárom templomban 21 órakor kezdődik a vigília szent mise vízszenteléssel, amelyet a feltámadási körmenet követ. Az Örmény katolikus templomban szombaton 19 órától lesz a húsvéti vigília ünneplése és körmenet. A híveket kérik, vigyenek gyertyát a feltámadási körmenetekre. Nagyszombaton a református templomban a bűbánati istentiszteletre 19 órától kerül sor. Húsvét vasárnap reggel mindenhol ételszentelést tartanak az ünnepi szent mise keretében. 6 órától az Örmény katolikus templomban, fél héttől a Szent Anna kápolnánál, illetve 7 órakor lesz a Szent Miklós templomban, a Szent István és a Munkás Szent József templomban lesz ételszentelés. Húsvét vasárnap a Szent István templomban 11 és 18 órától, a Szent Miklós templomban fél 11-től, 12-től és 18 órától, a Munkás Szent József templomban 19 órától, az Örmény katolikus templomban 10 órától tartanak szent misét. A gyilkostói Szent Kristóf kápolnában 11 órától lesz ünnepi szertartás. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn a református templomban fél 11-től, az unitárius imaházban 11 órától tartanak ünnepi istentiszteletet. Húsvét hétfőn a Szent Miklós templomban a szent misék fél 8-tól, fél 11-től és 18 órától lesznek. A Munkás Szent József templomban fél 9-től, az Örmény katolikus templomban 10 órától, a Szent István templomban 11 és 18 órától várják a híveket. Nem csak a helyi termelői piacokon, az üzletekben is jelentősen megdrágult a hagyományos húsvéti alapanyag, a bárányhús. Míg tavaly Marosvásárhelyen 28-30 leért haza is szállították a levágott bárányt, idén már 40-42 lejnél kezdődik kilogramja, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is hasonlóan magasak az árak. Gyergyószent Miklóson a legolcsóbb a húsvéti eledel. Gyergyószent Miklóson nem működtetnek bárányok levágására alkalmas kisvágóhidat, ezért a helyiek többnyire a gazdáktól szerzik be a húsvéti asztalra szánt bárányt. A gazdák saját udvarukon vágják le az állatot, és konyha készen adják tovább, egészben vagy félben. Gyergyószent Miklóson jelenleg 35-40 lej a levágott bárány kilója. Gyergyószent Miklóson az 1800-as évek végétől hagyományos volt a határkerülés, amit aztán hosszabb szünet után 1990-től szerveztek meg ismét. A járvány miatt 2 évig nem kerülhetett sor erre a rendezvényre, de idén ismét megtartják húsvét vasárnap délelőtt. A határkerülés hosszú ideje hozzátartozik a húsvéti ünnepkörhöz Gyergyószent Miklóson, de a koronavírus járvány miatt 2020-ban és 2021-ben elmaradt. Most vasárnap azonban ismét élni fog ez a régi hagyomány. Keresztény életünk egyik legfontosabb ünnepe a húsvét, és ezen belül a húsvéti feltámadás. Nem csak ünnepet ülünk, hanem hagyományainkat is tovább visszük. 2 év kihagyás után újraindul a határkerülés. Én meg vagyok győződve, hogy mindazok, akik talán már vágyakozva gondolnak a vasárnapi határkerülésre, ugyanazzal a szándékkal jönnek, mint ahogy ezelőtti években, akár 5-6 évet is visszamehetünk, imádságos lélekkel, keresztény magatartással. Engedtessék meg nekem, hogy kimondjam azt is, hogy a Covid előtti időszakban a Gyergyószent Miklósról kivonult lovasok és kísérők olyan példamutatóan viselkedtek, teljesen mellőzve mondjuk az ilyenkori székely virtust,
hogy igazán kijelenthetjük, hogy büszkék vagyunk, és büszkék voltunk a hozzáállásukra. Ezt szeretnénk látni az idén is 2022-ben a húsvéti határkerülésen. Őseink már az 1800-as évek végén szerveztek határkerülést minden évben, hogy kérjék Istent, hogy védje meg a határokat a bajtól, a támadástól, a természeti katasztrófától. Végigjárjuk határainkat, és kérjük a határainkra az áldást. Itt a lényeg az, hogy a vetéseink, a terményeinkre kérünk áldást, hogy a Jóisten őrizze meg a ragyától, a sáskajárástól, különböző betegségektől, hogy legyen őszre egy bő termésünk, amiért a gazdálkodó ember, ami dolgozik, hogy akkor azt mondják, akkor meg a gyümölcse a termésének. Úgyhogy én itt tudom be ezt a hagyományt, hogy mindig erre gondoltak, hogy az egész év folyamán a Jóisten őrizze meg a vetéseinket, a határainkat minden nemű betegségtől, támadástól, ilyen különböző problémáktól, amik természeti katasztrófa vagy bármire is lehet gondolni. Vasárnap 8 órakor lesz a gyülekező, majd 8 óra 10 perckor indulnak a lovasok a munkás Szent József templomtól. És akkor mi itt a Szent Miklós templomnál várjuk 8:30-kor, és akkor innen egy papi áldással indulunk a határkerülésre. Ami azt jelenti, hogy végig lemegyünk szépen itt a főtéren, le a Kossuth Lajos utca. Lássuk, hogy még a patak az mennyire fogja engedni, hogy a víz milyen mély, hogy át tudunk ott menni a lovakkal, a hintókkal, a szekerekkel, vagy körbe megyünk a malmok felé, az utat is jó járható, és akkor minden elképzelésünk az, hogy 9:30-10-kor szeretnék, hogy kezdődjön a Szent Mise lent a határba, hogy mindenki tudjon részt venni ezen a húsvéti alkalommal a Szent Misén, és utána pedig indulnánk vissza mindenki a saját templomához. A határban tartott Szent Misét a Gyergyótekerőpataki Egyház község szervezi, majd azt követően a jelenlévők visszatérnek a saját templomukhoz. Az önzetlen segítségnyújtás és az adakozási kedv nem lankad Gyergyószent Miklóson. Húsvét közelettével az elmúlt időszakban összegyűlt felajánlásoknak köszönhetően 70 élelmiszercsomagot kézbesítettek a helyi önkormányzat szociális igazgatóságának munkatársai, többnyire egyedül élő időseknek, betegséggel küzdő Gyergyószent Miklósiaknak és a városban tartózkodó ukrajnai családokat is felkeresték. Előzetes meghirdetés nélkül is sokan felkeresték az igazgatóság irodáit, és adományaikat ajánlották fel a szerényebb körülmények között élőknek. Kalákában ültettek facsemetéket, többek között Hargita megye tanácsának munkaközössége, Gyimes Középlok vezetősége és a csíkszeredai állami erdészet képviselői a Gyimes Középloki kápolna patakán. Madár Zsolt erdőmérnök és János Levente erdészetvezető a csemeték szakszerű elültetését mutatták meg, illetve hasznos tippekkel és tanácsokkal látták el a résztvevőket. A szakszerű csemeteültetés folyamatát mutatták be a Gyimes Középloki kápolna patakán, ahol a szakmai eligazítás után a résztvevők csemetéket ültethettek. 25 ezer fát Hargita megye tanácsa, Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Hargita megye fejlesztési ügynöksége ültet el. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, hogy egy zöld Hargita megye építésén dolgoznak, ezért Hargita megye tanácsa részéről több kezdeményezés is elindult. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy zöld Hargita megyét, zöld székelyföldet építsünk, ennek keretében pedig a társadalmi egyetértés, összefogás révén ügyeljünk a természetre, a környezetre, és védjük azt meg, amit örököltünk a nagyszüleinktől, és majd unokáinknak tudjuk továbbadni. Ennek érdekében a megyei tanács részéről több programot is elindítottunk. Egyrészt csatlakoztunk az Európai Uniónak a felhívásához, és az életet adó fák program keretében szeretnénk 55 ezer fenyőfa és gyümölcsfa csemetét elültetni ebben az évben. Ebből most egy második adag
kerül elültetésre. Az első adag volt a kis erdész program keretében, amikor több mint 3000 kisiskolás kis csemetéket ültet el az erdészetnek a szakfelügyeletével. Azzal a célra, hogy a gyerekeket vigyük ki a természetben, illetve ők is lássák ezt a szépséget, amit mi is itt láthatunk. És a számítógép, laptop, tablet, telefon elől, tévé elől keressék ezt a időtöltésnek a hasznos lehetőségét. Ez a második program, amikor elültetünk ma ugyancsak közel 3000 csemetét. Itt vagyunk Gyímes középlokon, 1 hektárt fogunk beerdősíteni, és az erdészet szakfelügyeletével. A megyeelnök felhívással fordult a közösséghez. Egyúttal egy felhívás is minden Hargita megyei tévénéző irányában, vagy akinek van területe Hargita megyében, mert szeretnénk 100 hektárt beerdősíteni, azért, mert olyan turisztikai fejlesztéseink is lesznek, ahol erdős területnek a cseréjére van szükség, és egyúttal a hasznost, a még hasznosabbal szeretnénk összehangolni. Gergely Károly, Gyímes középlok polgármestere a programról mesélt. Itt a gyímesekben minden tavasszal, és főleg az önkormányzat területein a csemeteültetés az egy szokás. Népszokás, azt lehet mondani, ahol megengedi a terület, és itt, ahogy látszik, itt volt 1 hektáron kivágás, és újra telepítsük a csemetéket. Madár Zsolt erdőmérnök az esemény céljáról és okáról beszélt. A mai nap tulajdonképpen kétféle okból vagyunk itt. Az egyik az életet jelentő fák Hargita megyében nevű programsorozat egyik állomása. Ennek keretében Hargita megye tanácsa vállalta, hogy 50 ezer darab facsemetét ültet el. A csemeteültetéssel továbbá csatlakoznak a régiók Európai Bizottságának kezdeményezéséhez is, amelynek célja Európa régióiban és városaiban 2030-ig 3 milliárd fa ültetése. Húsvét közelettével vásárt szerveztek Marosvásárhelyen a várban. Az eseményen 43 kézműves és termelő vett részt. Többségük Maros megyéből érkezett, de voltak hargitai és kolozs megyei termelők is. 3 napos húsvéti vásár zajlott a hétvégén a Marosvásárhelyi várban. A rendezvényen 43 kézműves és termelő vett részt. Többségük Maros megyéből érkezett, de voltak hargita és kolozs megyei termelők is. A szervező Parapács Egyesület idén is arra törekedett, hogy a vásár keretében a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékekkel találkozhasson a látogató. A vásár mellett a 3 nap alatt elsősorban gyerek és családi foglalkozások színesítették a rendezvényt. A Hagyományok Háza, a Női Akadémia, a Szapiencia Egyetem, sőt a Művészeti Egyetem diákjainak köszönhetően, meg a Teleki Tékának köszönhetően elég szép színes palettát tudtunk összegyűjteni, előadásoktól elkezdve kézműves foglalkozásokon keresztül, gyerekkoncertig, tehát hogy a kicsiktől a nagyokig próbáltuk megtalálni mindenkinek legalább 1-2 olyan programot, ami kedvére telt, borkóstolókkal a felnőtteknek, népi gyerekjátékokkal és táncos flashmobokkal a gyerekeknek. Tehát, hogy legyen olyan igazi hétvégi hangulata, amivel egy kicsit rá tudunk hangolódni az ünnepre, ami hamarosan itt van. Energia és csokoládégolyókat is kínáltak a hétvégén a Marosvásárhelyi várban. Megjelentünk az új csokoládéfélénkkel, a traffelekkel, ami nem igen ismert itt legalábbis Erdély szerte. Próbálkozom mi is új termékeket behozni. Ezen kívül frissítettük az energiagólyóinkat, amit ma megszoktak a vásárlóink. Tehát itt most kezdtünk ilyen csokoládés, vagy éppen aszaltporral bevont termékeket hozni. A csokoládénk, ami természetesen hogy cukormentes, most már van cukros változatban, és már nagyon sokan kérték. És hát egyre több terméket próbálunk kijönni, mert látjuk, hogy minél szélesebb a palettánk annál jobban jönnek a kedves vásárlók. Mi alpesi sajtot készítünk, abból viszont nagyon sok fűszerezett, színezett változatunk van, például van egy nagyon sárga, az egy kurkumás sajt, van egy fekete, az szenes sajt, van egy csilis és csokis sajt, van fűszerek közül van bazsalikumos, medvehagymás, úgyhogy ugyanazt a sajt félét, azt különböző fűszerekkel kombináljuk. Az érlelt sajtok mellett joghurttal, illetve ennek gyümölcsel, magyaróval, zappehelyjel való keverésével kínáltak új terméket a vásárlóknak. Az élelmiszertermékek mellett természetesen a kézműves termékek közül is válogathatott a vásárra látogató.
Az igény hozza az ötleteket is. Vannak olyan termékek, amiket kifejezetten kértek, hogy legyen. Ilyen a favoritos receptes füzetem, de a bögrék az ilyen rég vágyott álom, hogy készítsem őket, és az üzenetek rajta az úgy jönnek belülről. Mennyi idő az elkészítése egy-egy ilyen terméknek? Hát elsősorban a rajz vesz sok időt igénybe, mert amíg megtervezem a mintát, az elég hosszas, de utána rá kell sütni még a bögrére, és címkézni, csomagolni, és kihozni ide. A világjárvány után egyre többen igénylik a vásárok a szabadtéri rendezvények létét, tette hozzá a szervező. Az a minőségi idő, ahol a családok közösen ki tudnak jönni, akár a kisgyerekeknek el lehet engedni a kezét, mert hogy nem kint vagyunk az úton, hanem bent vagyunk egy biztonságos területén, arra igény van, hogy ameddig a gyerekek játszanak, addig a szülők nyugodtan tudnak nézelődni, és nem kell attól féljenek, hogy elcsapja egy autó, vagy valami probléma van. Tehát úgy érezzük, hogy a szabadtéri közös programnak, annak az időnek, amit itt eltöltenek, arra nagyon van igény, és nem igazán van lehetőség máskor, mint az ilyen rendezvények keretében. A szervezők elmondták, jövőre szeretnék bővíteni a kínálatot. Az idei 43 kiállítóhoz képest akár több mint 80 kézműves is termelő kiállító jelenlétét tervezik. A második alkalommal megszervezett húsvéti vásár vasárnap este ért véget a Marosvásárhelyi várban. Felkérés érkezett a Sepsi OSK részéről a Gyergyói Hoki Klubhoz. Diószegi László, a Sepsi Szentgyörgyi labdarúgó csapat vezetője azt szeretné, ha összeállna egy teljes székelyföldi szurkolótábor, amelyik közösen egy hangon buzdítja Székelyföld egyetlen élvonalbeli foci csapatát. Az első ilyen alkalom szombaton lesz, amikor 15 órai kezdettel az Aradi Uta csapata lesz az ellenfél az új Sepsi Szentgyörgyi stadionban. A Szentgyörgyi és Gyergyói Piros-Fehér klubok most induló együttműködésének köszönhetően, amennyiben egy autóbusznyi legalább 30 szurkoló jelzi, hogy ott szeretne lenni a meccsen, az így szervezetten utazóknak az út ingyenes lesz, és a belépőért sem kell majd fizetni. A buszra péntek délig lehet jelentkezni. Hírműsorunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm nézőink figyelmét, friss hírekkel legközelebb jövő héten, kedden jelentkezünk. Hétvégén hírösszefoglaló és ünnepi műsorral várjuk Önöket a képernyők elé. Áldott, meghitt húsvétot kívánunk nézőink számára, jó találkozásokat, tartalmas beszélgetéseket, a lányoknak sok locsolót. Viszontlátásra!